egyébként éppen Tőzsé Alpad nyilatkozta, vagy írja a Kucsa Tibor kötet utószavában, hogy egy életpalja, költő életpalja minőségi, ő nem annak a mennyisége hatalmaz elsősorban. Tehát ez a rímel mondjuk el, amit mondta egyébként. Tehát. De mégis gyorsan megjelent, de akkor még egyetemista volt, nem mikor Gebezdek megjelent, tehát, és ezt a Balázs Attila adta ki. Sőt, az volt a Balázs Attila kiadójának, az AB Artnak az első verskötete. Tehát valamilyen sorozatban, nem is tudom milyen sorozatnak az első darabja volt. Startfüzetek. Startfüzetek sorozat első darab, és rajta van egy nagy egyes is. Én azt hittem, hogy ez valami minősítés rögtön a borítón, de nem, ez egy sorozat, és aztán ez folytatódott éveken át ez a sorozat. Rátom, Laci olvasta ezt a kötetet, tehát igen, ilyen igen, pontosan igen. Emlékszik rá. Hát kérdezem, akkor még mindjárt megkezdem, hogy és mit szóltál te hozzá, mint a nővérethez, mint költőként, amikor elindult? Hát én egy teljesen más juhászkatit ismertem meg a verseink keresztül, mint akit az előtt 20 évig ismertem. Tehát Katinak a költői énje teljesen más számomra, mint az ő személyisége. Úgyhogy talán ennyi, ez a lényeg. Tehát ez nagyon megleptek ezek a versek, mert és akkor harmadszor is elmondom, hogy teljesen más Juhász Katit ismertem meg belőlük, mint akit addig ismertem. De ez nem én vagyok, ezek szerepek. Tehát egy vigyázat, ezt mindig elmondom, hogy nem, sőt hozzáteszem azt is, hogy nem kell megijedni. Ez nem én vagyok, ezek a szereplők, ezek valamit hordoznak belőlem is, de ezek kitalált személyek, még akkor is, ha egyes szám első személyben vannak, és valaki azt mondta, hogy hát tömeges öngyilkosságot fognak elkövetni az emberek, hogyha kezükbe veszik ezt a könyvet, mert hogy ez annyira pessimista. Hova itt az optimizmust, olyan mi hangulat még annak idején, amikor minden hát pozitívan ez kihozni. Ez egy paródia vers, ez az optimizmust. Tudom, persze, csak kérdezem, hogy mégis az hol marad végül is az, ami... Én nekem nem tűnik annyi a pessimista annak egyébként ez a kötet. Én inkább ilyen, hogy mondjam, én nagyon szeretem az iróniát, szeretem a cinikus humort, szeretem az abszurdot, és úgy tekintek az életre, tehát ha történik valami nagyon-nagyon durva dolog, akkor én inkább mosolygok rajta, vagy szembesülök valami olyannal, ami teljesen váratlan és negatívan kéne reagálnom rá, akkor én inkább elmosolyodok, úgyhogy ha ez optimizmus, akkor toje moje, de ez, tehát hogy ez az attitűd, ez sokáig így jellemző volt rám, most már az utóbbi években érzem, hogy utóbbi 1-2-3 évben, hogy nem mindig tudok nevetni olyan helyzetekben, vagy nevetni, mosolyogni, amin úgy átsiklottam régebben. Tehát talán türelmetlenség, talán a korral is jár egy kicsit, nem tudom, de úgy érzem, hogy most már olyan körülöttem a világ, hogy nem biztos, hogy ezt meg lehet oldani azzal, hogy átfordítom abszurd humorba, és nevetek rajta. De azért bízom abban, hogy nem jól úgy a köteted, mint mondjuk Sebes Rezsőnek a Szomorú Vasalnap című svargere, amely utal ugye 10 000 vettek öngyilkosok, hogy igaz-e vagy nem, vagy csak anekdóta, ezt nem lehet a mai napig sem megmondani, persze. Erről egyszer készítettem egy interjút egy kutatóval, aki kutatja ezt a témát, ezt majd műsoron kívül elmesélhetem, hogy miket derített ki erről a legendáról, mert ez egy ilyen művileg felpumpált legenda, mint kiderült, ez a Seres Rezsőféle. Viszont az tény, hogy nagyon, hogy is mondjam, üzleti szempontból nagyon megdobta ezt a dalt is, meg hát a zeneszerzőnek a többi dalára is hirtelen kíváncsi lett a nép. Én igazából nem, hát Seres se szeretett volna senkit nyilván befolyásolni, tehát a saját lelkéről, vagy lelkéből született ez a dal. Én is inkább eljátszok gondolatokkal ezekben, tehát játékosság is van ezekben a versekben, vagy elgondolkodtatás, vagy nem tudom, hát ez nem nekem kell ebből kibányászni. De tény, hogy ez egy konceptkönyv, tehát egy témát járok körben. Ilyen még nem voltam, ugye ez a 7. könyvem, de
Az első ilyen, hogy egy témára fókuszálok, mert nagyon tetszenek nekem újabban a konceptkönyvek, és kipróbálom, és elgondolkodtam, mi lehetne az a téma, és hát a nyereség és a veszteség témája kapott el így, hogy akkor nézzük meg kicsit közelebbről ezt a kettőt, hogy mi különbözteti meg őket egyáltalán, tudjuk, hogy mikor veszítünk és mikor nyerünk. Na viszont az a később vita is volt még köztünk is, hogy a nyeretlen az a kötetnek a címe, és kis N betűvel van írva. Azt, amikor a plagátot feltettük és az előzetesbe kis N betűvel, akkor tiltakoztál, hogy végül is ez csak egy művészi megoldás, a grafikusé, tehát igazából maradjunk az nagy N betűnél. Igen, nekem. Hát én, hogy mondjam, amikor láttam ezt a... itt a kiadó is fordulok felé, hogy amikor láttam ezt a borítót, nagyon tetszett, hogy grafikailag így van megoldva, hogy kis növel, mert ez is egy kicsit, ugye, nemecsek kis ennel, tehát ez is jelzi egy kicsit ezt az attitűdöt, és nem nagyon ágáltam ellene, és ráadásul itt pedig, ha kinyitjuk, akkor itt csupa nagybetűvel van belül, tehát akár szimbolika is lehet ez is. Igaz, csak hogy egy mezei újságíró van megbőve ilyenkor, hogy mostan hogy írja be végül is, tehát soha nem lehet tudni, hogy mind nagyja írja, mind kicsivel, vagy maradjon a szokásosra, hogy a kezdőbetű nagy. Lehet, hogy így figyelemfelkeltőbb volt. Először egy kicsit úgy éreztem, hogy zavaró, de azt mondtam, hogy hát végül is mi az a zavaró. Minden relatív. Tehát valakinek a figyelmét pont lehet, hogy ez kapja el, hogy hoppá, ez miért van kis ennel, és hát, ha elmagyarázza majd a szerző, úgyhogy akkor eljövök és meghallgatom, ki tudja. Na most, most nagyobban megtudtuk, hogy miért kis N betű a nagy N betű, de amíg majd eldöntött, hogy melyik verset olvasztott, hogy felolvassa a belül, remélhat ez a minimális elolvas, gondolom, egy szerzőtől, addig megkezdem a Lacit végül is, hogy térjünk egy kicsit a Fotósú című kötetéhez, hogy honnan jött az ötlet, végül is ez egy jó régi történet, ami jótom az új szóban jelent meg ez a sorozatod, vagy a fotózás alapjairól. Honnan jött az ötlet, hogy ebből könyv is legyen? Hát úgy gondoltam, hogy 45 éves vagyok, már ideje, hogy legyen nekem is egy könyv. Nem. Volt ez a sorozat az új szóban, ami tényleg 3-4 éven keresztül ment. Minden hónapban egyszer írtam a hobbi mellékletben valamit a fotózásra, ami éppen eszembe jutott. És aztán többen ismerőseim közül mondták, hogy jók ezek, tehát élvezhetően, olvasható, olvasmányos, jó képek, stb. Tehát végül is úgy gondoltam, hogy összeállítok belőle főleg magamnak egy könyvet, és aztán volt igény arra, hogy ez megjelenjen könyv alakban is, és nem csak egy példányban magamnak. Nem tudom, kérdez valami könnyebbet. De te kerested meg a kiadót, vagy a kiadó kereset téged, vagy ez a közös megegyezés, ami jött létre? Én kerestem meg a kiadót, megkérdeztem, hogy szerintem, mivel egyáltalán nem értek a könyvkiadáshoz, hogy ez érdekelne-e valakit, és mondta, hogy hát őt például igen, és akkor ha már egy embert érdekel, akkor lehet, hogy mást is érdekel. Ennek a könyvnek a lényege az, hogy egy vállaltan amatőr fotós, vagyis én, más amatőr fotósoknak ad fényképezéssel kapcsolatban tanácsokat. Tehát ami ebben a könyvben szerepel, tipp, trükk, leírás, fortély, nevezzük, aminek akarjuk, ezeket én nem a nagybetűs fotós pozíciójából mondom és írom le, hanem saját tapasztalataim alapján. Rengeteg mindennel lehet nyilván vitatkozni azzal kapcsolatban, ami ebben a könyvben szerepel, ami igyekeztem nagyon kevés elmélettel és nagyon sok gyakorlati tanáccsal szolgálni ebben a könyvben, és saját tapasztalataimat írtam le. Ezek lehet, hogy teljesen valótlanok és csalókák és igaztalanok, de amit én tudok a fotózásról, amit az elmúlt x év alatt megtanultam a fényképezéssel kapcsolatban, azt itt igyekeztem összefoglalni, ennyi. Kiválogattam hozzá azokat a képeket, amelyek szerintem a leginkább jellemzőek az adott témával kapcsolatban, és így állt össze ez a kötet. Mivel én nagyon amatőr vagyok a fotózás területén, megkértem Kressi András fotóst, hogy mondja a véleményét a kötetről, el is olvastam, hogy mit írt róla. Hogy mikor altapoztam a könyvet, első gondolatom az volt, hogy a kezdetén, amikor elkezdett érdekelni a fotózás, azonnal megvettem volna.
A könyv nagyon tártalmas, adtam most sok fotós könyvet, de ez az egyik, ami a legegyszerűbben magyarázza a dolgokat. Ismerteti az amatőröknek szánt fontos tudnivalókat, mint például a manuális beavítást, a rekesz, ISO és az alapsebesség pontos beavítása. A könyv tele van színesebbnél, szebbnél szebb a szerző által készített fotókkal, amivel plusz segítséget ad az olvasónak. Ismerteti a fényképezőgép típusait és különbségeit, az olvasó tippeket és tanácsokat is kap a könyv olvasása közben. Tehát ennyi röviden, hogy mit is gondol egy olyan ember, aki végül is hosszú évek óta nem is ezzel kevesebb kenyerét, de azért gyakorlatilag mégiscsak profi fotósnak mondható, és gondolom, hogy ő is tudja használni, és talán benne olyan dolgokat, amik esetleg a számára is újat mondanak. Ez egy nagy szerelem a részemről a fotózás, tehát nem, tényleg nem vagyok profi fotós, nyilván nem ebből élek, és nálamnál sokkal jobb fotósok vannak, de én már 10 éves koromban a otthon, itt a lakótelepi lakásnak a egyik kis helyiségében szívtam magamban az előhívó és a rögzítő gőzeit, és amikor kótyagos fejjel x óra után kitámolyogtam a satnyából, akkor, és hunyorogva, ugye, mert a sötét kamerában hunyorogni kell, akkor valami nagyon megérintett, és aztán ez nagyon sokáig nem is hagyott nyugodni. És amit a fényképezés alapjairól tudok, azt pedig az édesapámtól tanultam meg, hiszen ő mutatta meg nekem ezeket az első fortélyokat, az első beállításokat. Apukám mutatta meg, hogy kell belenézni a fényképezőgépbe, és főleg, hogy mit kell látni benne, hiszen ezen múlik igazán az egész. És soha nem gondolta arra, hogy mondjuk ebből élj, meg annak idején, hogy profi fotós legyél, vagy ez valószínűleg? Dehogy nem, ez minden vágyam, hogy a fotózásból meg tudjak élni, de ehhez egyrészt minden mást föl kéne adnom, és csak ezzel kellene foglalkoznom. Másrészt a mai 20 évesek már sokkal magasabb szinten művelik ezt, mint én. Én megmaradtam amatőrnek, és persze az lenne a legjobb, hogyha mondjuk fizetnének a fotóimért, és utazhatnék a világban, fotózhatnék, de ez nyilván egy álom, és egy olyan álom, aminek érdekében nem érdemes lépéseket tenni, mert elérhetetlen ez az álom, tehát tudom, hogy nálam sokkal jobbak vannak, és ez nem kis hitűség, hanem ez realizmus a részemről. Na de akkor viszont azt kell kérdezni, hogy mégis volt bátorságod ahhoz, hogy tanácskönyvet adja ki végül is gyakorlatilag, nem? A többi fotósnak lehet, hogy tanuljon belőle. Igen, de ahogy már mondtam is, ezek nem ilyen nagy kinyilvánított igazságok, hanem ezek saját tapasztalatra alapuló, és ezt mindig nagyon hangsúlyozom, hogy amatőr fotós tanácsai, más amatőr fotósoknak, profi fotósok kezükbe ne vegyék ezt a könyvet, mert szerintem rengeteg kivetni alól találnának benne, de tényleg szerintem vannak benne olyan dolgok, amik megszívlelendők, és az egyes képekről részletesen leírom, hogy készültek, vagy szerintem miért sikerültek, és aztán van egy olyan fejezet is a könyv végén, a miért nem sikerült, vagy mit rontottam el című képek, ahol egy csomó nem sikerült képet válogattam ki, és leírtam, hogy szerintem miért rossz, vagy mit rontottam el, és hogyan kellett volna máshogy fotózni ezeket a képeket ahhoz, hogy jók legyenek, vagy vállalhatóak legyenek. Rengeteg vállalhatatlan kép van épp ezért a könyvben, de ezek szándékoltan rossz képek. Hát ma itt voltok mindenket, akkor most felteszem azt a kölcsönös kérdést először Katalinnak, hogy te mikor láttad először, hogy mit szóltál hozzá az öcsét könyvéhez? Fú, hát én már az Új Szóban ezt a sorozatot figyelemmel követtem, és hát, hogy mondjam, köpni, nyelni nem tudtam, mert a felét nem... Tehát, hogy én tényleg, én vagyok az amatőr fotós, aki fotózik. Na, neked készült a könyv végül is, nem? Nekem, hát, én vagyok a célközönség, tényleg. És hát hozzá kell tenni azt is, hogy a mai világban mindenki fotós, tehát mindenki fotózik, mindenkinek a zsebében ott a telefon, kattogtatunk, egy-egy nyaraláson csinálunk 800 fotót, nem úgy, mint régen, hogy elviszünk, mit tudom én, 3 filmet, mondjuk 36-os filmet, és akkor összesen 100-valahány fotót tudunk csinálni, és akkor egy hét, amíg az ugye előhívódik, vagy hogyha magunk, én is tudok amúgy képeket előhívni, sötét kamrában, tehát ezt elsajátítottam, és már akkor tudtam, hogy ez a fotózás, ez tényleg a művészethez áll közelebb, mint a felhasznált, vagy hogy mondjam, tehát ilyen tulajdonképpen
dokumentáláshoz, és nagyon tudom becsülni azt, hogyha valaki, tehát nem a legolcsóbb géppel és nem a legkézenfekvőbb beállításban kattogtat, hanem veszi a fáradtságot, és bizony megtanulja, hogy mik azok a filterek, meg mik azok a ISO-számok, meg miket mondtál még? Tehát, hogy ezek a mindenféle dolgok, amiket így kell csinálni, és tudom, hogy különböző objektívek, különböző dolgokat tudnak, és akkor szégyellem magam, hogy én néha az újságba fotózok telefonnal olyan képet, ami lejön a napilapban, mert a kényszer ugye az nagy úr, és ha nincs a közelemben fotós, akkor nekem kell megoldani, és ég a pofám, hogy ez lejött ez a kép, mert hát ugye jobb hiány. És te nem szóltam még valamit? Ez olyan, mintha az én versem valahol megjelenne. Körülbelül igen. És hát ugye elég annyit mondok, hogy ugyanazokon a családi eseményeken, amikor mind a ketten fotózzuk ugyanazt, a születésnapot, akkor teljesen más születik az én telefonomon, mint az ő Nikon gépén. De ez nem gépfüggő, tehát ez nem fényképezőgép függő. Amikor elmész valakihez vacsorára és megdicséred a főztjét, nem azt mondod, hogy biztos nagyon jó edényeid vannak, azért volt ilyen finom a vacsora. Tehát nem azért jók a fotók, mert nagyon jó az a fényképezőgép. Bármivel lehet fotózni. És előfordult ma, hogy azt mondtam, amikor megoldtad az üszlopba egy képét, hogy no, azért ezt ma nem szabadott, hogy még se kellett volna. Nem, azt, hogy mondjam, volt ilyen? Szerintem volt ilyen. Vagy nagyon tapintatos voltam, és tudtam, hogy a kényszer szülte megoldást látom éppen, de... Hát, főleg, amikor egy koncerten fotózok, és hát, nem tudom, ellövök 30-40 képet, és akkor egyet lehet találni. A koncertfotózásnak is vannak szabályai, vannak, szerintem. Az is ott van a könyvben. Egyébként jobb lett volna, vagy jobb lenne, hogyha így lehetne lapozgatni, és így mutogatni, körbeadni, nézeget. Persze, nyugodtan, mert, és oda körbeadhatunk egyet. Van itt is. Mert tényleg itt meg lehet nézni. Tényleg gyönyörű kiállítású könyv. Genes Gábor grafikus készítette a könyv tervét, tehát... Tényleg nagyon szép lett, szerintem. Nekem nagyon tetszik, de hát én kicsit elfogult vagyok, ugye. Jó. És tényleg azt mondom, hogy egy hobbiból, vagy egy ilyen fokozott érdeklődésből, hogy mi születhet, tényleg nagyon jó fotók vannak benne, és tehát én tudom, mert tudom, hogy mi a rossz fotó, tehát hogy az megvan, ezért meg tudom különböztetni a jó fotót a rossztól. Jó, és akkor most ott asszom a kérdést, Lacinak ugye ez volt itt a kérdés, hogy mit szólt az öcsét kötetéhez fordítva. Ugyanezt mondhatom el. Hát köpni nyelni nem tudtam, amikor először kezembe vettem a könyvet, bár láttam már ezeket a verseket korábban a folyóiratban is. Én, hogyha próbálkoznék írással, akkor egyáltalán nem menne nekem. Jó, most nem akarom elviccelni a dolgot. Megint csak ugyanazt mondom, amit már hogy nagyon sokszor, hogy egy teljesen más Juhász Katalint ismerek, meg ezekből a versekből is, mint akit évek óta ismerek. Én is, nekem is az volt az első reakcióm, hogy hát ezek rendkívül szuicid versek, és rendkívül mélyek, és vajon mennyi ebből a nővérem, és mennyi ebből a képzelet, vagy... És hát ezt nem tudom, félve mondom, hogy nem tudom, de nagyon... Az, Katinak a verses kötetei szerintem jobban látni a fejlődést, mint az én fotóimon. Úgyhogy szerintem eddig ez a legjobb verses kötete. Nagyon, nagyon mélyek, nagyon, nagyon személyesek, vagy személyesnek tűnő versek, és az ötlet, a gondolatiság, ami összeköti őket témájában, az teljesen eredeti, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Amikor én először elolvastam, így olvastam, akkor azt írtam fel, hogy ez egy nagyon rezignált költészet, és az a sorított eszembe, amit írta, hogy nem sejtettem, hogy évek múlva nagy üves fotókat tavalok a lelkembe. Egy ilyen sort kiírtam belőle. Vagy egy másikat, hogy idézek, majd aztán te olvasok fel valamit, hogy vödörnyi aványhávse tudna teljesíteni, amit most kívánnék. Tehát ezek csak úgy véletlenül előszedett sorok, de minden esetre én is ezt tapasztaltam, ha nem is sebesvező mélységekben arra vonatkozóan, hogy vagy sorozatban ezek öngyilkosok emberek, de nagyon egy nagyon valahogy ilyen letargikus, szomorú költészetét tartok, és egyre inkább, hogy múlnak az évek is a kötetek. Mielőtt erről válaszolna, azért hozzátenném, hogy egy
az éjszaka, vagy hajnali kettőkor egy híd közepén állva, vagy pedig egy szakadék szélén állva, azért senki se vegye a kezébe ezt a könyvet szerintem. Egyetértünk. Vagy ha valaki éppen kezd kiütni a betegség, hogy már egy kicsit taknyos, de még, tehát hogy érzi, hogy már jön valami, akkor sem ajánlom. Tehát ez a legjobb szerintem, ahol a legtöbb vers született, ott olvasni egy tóparton. Tehát ott születtek. De csak ha tudsz úszni. A napsütésben a tóparton, mert a dolognak a kontrasztja is érdekes volt, hogy ottan a pokrócon szét voltak rakva nekem különböző jegyzetfüzetek, és rendesen kézzel írtam a kötetnek a nagy részét, ami abszolút nem szokásom, mert a saját kézírásomat már szinte el sem tudom olvasni, olyan ritkán írok kézzel. És akkor azt mondtam, hogy úristen, ez valami terápiás valami, tehát hogy ezt azonnal hagyjuk abba, mert ebből nem sül ki semmi jó, de tényleg az alapok ott születtek, és igazából a terápia sem megvetendő dolog, főleg a költészetben, ugye, nem tudom, hát mondjatok egy vidám verset, az anyám tyúkját nem ér mondani. A magyar költészetben, ami tényleg vidám és Bettest lehet? Ismert. Hát a Bettesnél is ott van azért legmélyén. Mindegyikben. Tehát mindegyikben ott van azért a szomorúság, letargia. Úgyhogy ez a műfaj, ez ilyen, tehát hogy örömében nagyon kevés ember ír verset, vagy ha igen, akkor abból ilyen regi sláger születik esetleg. Ez az első kötet, ez a hetedik köteted, ez az első, amelyet a Napkiadó adott ki. Hadd kérdezem meg a kiadó vezetője, Barak Rosszú itt van közöttünk, hogy végül is miért valahattál a kötet kiadásod te, vagy valahattad el, vagy azt megkérdezem tőled is, hogy miért mentél át, mert eddig ugye az Albiát kiadó adta ki a legtöbb kötetedet. De Lacit kérdezzük meg, ha ma itt van közöttünk. Hát, egyszerű a dolog. Nem tudom, hogy a Katinek ezt mondtam. Hát azért, mert a Katit egy jó szerzőnek tartom, és azt gondoltam, hogy ő hozzá képes, méltatlan az a kiadó, ahol ebben voltunk. Mert mi jobbak vagyunk, ezt most ilyen fél humorra és ironikusan értendő, amit mondtam. De az a helyzet, hogy én szerintem nem igazán érdemes lovagolni azon, hogy ezek letargikus, meg szomorú, meg bittömös, egy milyen versek, azért, mert ezek szerepversek, és ahogy a Kati mondta, és akik megszólalnak ezekbe az opuszokba, az a lírai énről szól. Tehát nekem is volt egy Repül a pokolba című versem, ahol a tízesgyilkos, a Dunaszerdei tízesgyilkosságnak az elkövető ihlették ezt a dolgot, és soha életemben nem öltem még embert, és nem is még élhetően. Hát helyenként eszembe jut, de ezt nem kell ettől tartani. Tehát nem kell se a kedves szülőknek, se a Kati barátainak, és a testvérnek se kell kétségbe esni azon, hogy mit olvasnak ebben a kötetben, mert ez nem a Kati. Tehát a Kati az a Kati, akit te ismersz egyébként. Tehát ne a félreértéses. Úgyhogy ezért Katit én kiváló alkotónak tartom, és azt gondoltam, hogy a Napkiadó, amelyik egyébként a legrégebbi kiadó, a Madács kiadón kívül, ugye mert a Madács kiadó a rendszerváltás előtt is létezett, a Napkiadó pedig 1991-ben alakult az első szabad kiadóként. Azt gondoltam, hogy a kiadó patinájának is használ az, hogyha gyarapszunk egy kiváló szerzővel, egy költőtársammal, úgyhogy